egy zseniális hagymaültetési technikát mutatok, amit a hollandok bulb lazányénak hívnak, vagyis hát tulajdonképpen hagymalázánye. A lényeg az az, hogy hosszú-hosszú hetekig, akár hónapokig lesz egy virágzó nagy kaspon kora tavasszal, amikor még alig van virág. A legkülönbözőbb nagyságú hagymás virágokat kell összegyűjteni, és azt a magasság és a virágzási idő szerint rétegekben elültetni a kaspóban. Tehát egy egészen zseniális dolog, például szerintem ez egy óriási ajándék karácsonyra az anyukáknak, nagymamáknak, feleségeknek, lányunknak, hiszen egyrészt örül majd neki karácsonykor, másrészt egészen kora tavasztól anyák napjáig. A lényeg az az, hogy fogjunk egy kaspót, és a legalját, ahol a lyuk van, rakjuk meg cserepekkel. Én ilyen tégladarabokkal raktam meg, ugyanis az nagyon fontos, hogy ne pangjon, ne álljon benne a víz. Tehát legyen lyuk az edény alján, és ott pedig legyenek kövek, kavicsok vagy cserépdarabok, amik engedik kiszivárogni a vizet, de a föld az nem folyik ki a vízzel együtt. De mielőtt elkezdek megtölteni egy kaspót, előtte azért elmondom, hogy én mi alapján válogattam össze a különböző hagymákat. Egyrészt nagyon fontos, hogy nekem, hogy a szín az harmonizáljon. Tehát szerettem volna egy nagyon korai magas növényt, erre ugye a császárlílium tökéletes, és ezt a különleges fajtát, ezt most találtam. Még soha nem láttam virágozva ezt a fajtát, de így a kép alapján azt érzem, hogy jó lesz. Hozzá választottam három különböző magasságú és formájú tulipánt, ami hát színben nagyon passzolnak, és valami egészen különleges is van köztük. Hát ebben csak három hagyma van, remélem, hogy mind megmarad. Egyébként erről jut eszembe, hogy kaspóba rakni a hagymásokat azért is zseniális, mert nekem tavaly 100 hagymám, de lehet, hogy több tűnt el az ágyásokból, mert megeszik a mezei pockok, az egerek, a mesztelen csigák, a hangyák, minden, tehát elvesznek. Nos, így kaspóban nem fognak elveszni, az biztos. Ez egy alacsonyabb fajta, hihetetlen izgalmas, már-már úgy néz ki egy tulipán, mint egy pünkösdi rózsa, és akkor ez egy 15 centivel magasabb, mint az. Ez is magasabb, viszont visszajön a fehér szín, ami az alacsonyban. Ezt ezért választottam. Harmadik sor lesz a narcisz, ami egy ilyen egészen apró virágú narciszt választottam, ami 35 cm-es a szára, tehát szép. Egy kicsit előbb virágzik, mint a tulipán, ugye tudjuk jól, és egy kicsit alacsonyabb is lesz, és a legtetejét telerakom különböző színű kis krókuszokkal. Ez egy nagyon nagy krókusz, 15 centi magasra megnő. Ezek persze sokkal kisebbek, ez a kis rózsaszín a legkisebb. És itt van ez a bókoló kis csillagvirág, ami egy hihetetlen cuki növény. Ez is egészen apróka marad majd. Ez lesz a tetején. Ez nyílik ki először, ez másodszor, ez harmadszor, és közben valószínű jönni fog a császárkorona is. Beraktam már a kaspó aljába ezeket a kis tégladarabokat, hogy jobb legyen a vízáteresztő képessége, és akkor jöhet az első réteg földre. Az a lényeg, hogy egy nagyon jó vízáteresztő képességű földet kell használnunk. Ez egy jó komposzt, egy nagyon rostos komposzt. Perlittel keverve biztosabb ez a játék. Nem kaptam perlitet, úgyhogy keresztbe rakott újakkal imádkozom, hogy ne legyen baj. Megvan az első réteg földem, jön az első virágsor. Hát ebből a császár liliomból, ebből három darabom van, viszont gyönyörű nagyok. És természetesen ez innen kezdve minden évben
újra és újra működni fog. Csak nagyon fontos, hogy mikor vége az iskolának, tehát június közepén végén vegyük ki a hagymákat, és ugyanúgy kezeljük, mint a kertben lévőket, tehát szárítsuk ki őket, tegyük hűvös, száraz helyre, és amikor kezdődik az iskola, vagy hát legkésőbb november közepéig, akkor ültessük el. Na, hát elhelyeztem a három nagy hagymát, erre jön egy újabb réteg föld. És nem kell megjegyeznünk, hogy hova tettük az első sor hagymát, hogy keresztbe rakjuk a második sort, mert a hagymás növények hihetetlenül ügyesek, leleményesek. Tehát ha az útjába esik egy másik hagyma, szépen kikerüli és ki fog nőni. Nem kell ezzel foglalkozni. Ez egy óriási nagy szerencse. Egyébként magyar neve, mint szerintem nagyon jó magyar néva, hogy ne lázányénak hívjuk, hanem szerintem nálunk is vannak ilyen ételek, amihez hasonlíthatjuk, legyen tavaszi virág rakottas a neve. Nos, az első soron túl vagyunk, és akkor most jöhet a tulipán sor, de mondom, nyugodtan kezdhetünk tulipánnal, vagy csak két sort is rakhatunk bele. De nagyon figyeljünk azonban arra, hogy a kis gyökér része az alul legyen, és a hajtás része fölfelé. Ez a kulcsfontosságú minden hagymánál. Most jöhet újból egy réteg komposzt, és jöhetnek rá a csillagvirágok vagy narciszok. Jön az utolsó előtti réteg föld, az utolsó réteg hagyma, mégpedig a krókuszok, és akkor ezek az egészen apró kis puskinvirág például. És ezek a hagymák egyébként évről évre szaporodni fognak, és egyre több ajándékot tudunk, és magunknak is egyre többet tudunk készíteni. Ha valaki olyan kaspót szeretne készíteni, hogy most is legyen virágos, és nem szeretne tavaszig várni, akkor csak két vagy három réteget csináljon, hagyjon a tetején egy kis helyet, és ültessen bele télen is virágzó kis növényeket, például árvácskát, és akkor az a lényeg, hogy ne legyen ilyen nagyon masszív növény, tehát ne akadályozza meg tavasszal a többi növény feljövését, tehát mondjuk ne egy téli krizantémot ültessünk rá, mert egyrészt rengeteg hely kell a gyökérzetének, másrészt meg egy masszív gyökérzet, azon nem biztos, hogy át tudnak jönni a kis hagymások. Kész is vagyunk, jön az utolsó réteg föld, én nem teszek erre most mást. Na most ugye jöhet a kérdés, hogy hogy nem fagy meg, hogyha lesz mínusz 20 fok, hát erre azért figyelni kell. Ha lenn a talajban vannak a növények, ugye a talaj melege védi őket attól, hogy szétfagyjanak, de azért mégiscsak kell egy kis fagy ezeknek a hagymásoknak, nem véletlen rakjuk be ősszel a talajba és szedjük ki nyáron pihenni. Tehát ezeknek a legfontosabb az, hogy ne vigyük be semmiképpen, tehát a háznak egy olyan szögletébe rakjuk, ahol egy kicsit védettebb, tehát a ház melegétől már nem fog megfagyni. Másik lehetőség az az, hogy vannak ezek a vastag filc anyagok, amikkel a kint lévő kaspókat szoktuk bebugyolálni, azt kell köré rakni, és annyi védelem elég neki, akkor már nem fog megfagyni. Nagyon fontos még, hogy az ültetés után azért egy jó pár hétig még locsolgassuk, tehát hogy tudjanak a hagymák életre kelni, jól meg tudják szívni magukat nedvességgel, kell locsolni ilyenkor még ezeket a kis kaspókat, amiket teleraktunk hagymás virágokkal. És amikor 2-3 hét locsolás után már jön a hideg, akkor ne locsoljuk,
borítsuk be egy filccel, tegyük egy kis védett szögletbe a ház előtt, házsarkába, és utána tavasszal várjuk a csodát. Ha bármilyen nagyon finom harra tudunk szert tenni, de nem tudunk nagy adagot venni, akkor is juthat az egész családnak, mégpedig úgy, hogy készítünk belőle egy ragút, vagy egy tésztás ételt, vagy egy risottót. Most egy ilyen receptet mutatok, hogyha van például egy darab tonhalunk, abból hogy lesz, most ez azért óriási mennyiség, de egy kevésből hogy lesz egy családi adag étel. Készítek hozzá kelbimbót, amit muszáj megmutatnom, hogy lesz isteni finom a kelbimbó, és hogy szereti meg az egész család, máshogy nem is szabadna készíteni szerintem. Mindegy, hogy friss vagy fagyasztott, egy nagy adagot beleteszünk egy tepsibe, vagy szalonnát, vagy sonkát szeletelünk rá. Megsózzuk, meglocsoljuk olívaolajjal, teleszórjuk aprított fokhagymával, és az egészet jól összekeverjük kézzel, hogy bevonja ez a szalonnás, vagy sonkás, fokhagymás, olivás, só, esetleg egy kis bors is, az összes kis kelbimbó felületét. És így betesszük a sütőbe 180 fokra sülni. Egészen addig sütjük, amíg nem kezd el szinte feketedni kívülről a kelbimbó, mert akkor lesz belül krémes és édes. Próbáljunk úgy gondolkodni, amikor főzünk, hogy minél több zöldség legyen az ételünkben. Tehát próbáljunk zöldség hangsúlyosan főzni. Készítsünk minél többféle variációt, mert ez a régi táplálkozási mód, másrészt ez az egészséges. Most jön rá egy kis olaj és só. És az egészet így összenyomkodjuk, hogy mindenhol legyen szalonna, fokhagyma, olaj, só, fogjuk és betoljuk az előmelegített sütőbe. És akkor jöjjön ebben az esetben tonhalas spagetti. Egy pici olaj, egy kicsi vaj, és amikor forró a zsíradék, akkor dobjuk csak rá a felcsíkozott vagy felkockázott halat. Így nem kiszárítjuk, hanem hirtelen megpirítjuk a halkockákat, vagy halcsíkokat, ki milyenre vágja. Közben erre is tehetünk egy kis szalonnát. Teszünk rá egy kis fokhagymát. Lehet apróbra is vágni a halat, szerintem azért jó nagyobb darabokra vágni, mert nagyon jól a tetejére lehet így rakni, a tészta tetejére a halat. Most, hogy megsült a hal, már kész is, megsózzuk, és jöhet a tejszín. Amíg a tejszínt átforraljuk, addig összevágom a petrezselymet. Az ilyen halas ragukhoz, hogyha így készítünk egy olasz tésztát, akkor az olaszok nem esznek parmezánt. Szerintük az nem megy a halhoz, és valóban van benne valami. Gyönyörűen átforraltuk már a tejszínt is, ezt ilyenkor félre lehet húzni.
Amikor kész lesz a tészta, akkor forrósítom föl előtte újból a ragút. A tészta főző levéből, ami olyan jó keményítős, ahogy kifőtt a tésztából a keményítő, abból egy merőkanállal beleteszek a ragumba, és majd a tésztát, amikor megfőztem, leszűrtem, egyből ide teszem át a raguba a forró tésztát. Fordítok egyet, tálalom, mellé halmozok egy nagy rakás pirított kelbimbót, és mindenkinek jut 30-40 deka halból is egy-egy falat, és zseniális lesz a vacsora.